Videófelvételt készítek erről a hatalmas Onkyo erősítőről. Pontos típusa TXSR535, már rádiótextes erősítővel, illetve rádiótextes a rádiója, ami azt jelenti, hogy kiírja az előadó nevét, szám címét, mint most épp látni is. Csodaszép hangja van, sztereóra gyártott erősítő, de tudja az 5.1-et is. A DTS nem tudja, szóval én inkább zenére használnám, zenére tervezték a készüléket, nem ilyen áll, hogy mondjam, áll 5.1-et lehet vele előhozni. De sztereó hangzásban csodálatosat tud nyomni. Nagyon jó a mély emelése, minden, de az alaphangja is rendkívül jó a készüléknek. Nagyon sok jó dologgal látták el, sajnos a gyári távom nincs meg. Ennek a távnak meg már megvan kopva itt a picit a gombja, a bekapcsoló gombja, lehet, hogy azért nem kapcsolja ki meg be, de más, minden működtet, szóval a hangerőt láthatjuk, hogy viszi. A input kiválasztásokat illusztrálom. Azt mondja, hogy van a tép, van a rádió, van a CD, és a videó 1, videó 2, videó 3. Visszamegyek rádióra. Hát ezen kívül még DVD-t tud vezérelni a távirányító. Úgy működik rajt minden, csak mondom, a bekapcsoló gomb az nem viszi. Hát tulajdonképpen annyit az erősítőről, hibátlanul működik minden bemenete, a videó végigvittem most. Ami még nagyon jó tulajdonsága van, mutatom, direct tuning. Ez azt jelenti, hogy ha most beütöm, azt mondjuk, hogy 96.0, a 90.6-on jön a rádió 1, és már be is fogta a rádió 1-et, és mindjárt meg is fogom szólaltatni. Ja, a tape monitor benyomtam, bocsánat. Ha nem szól, akkor a tape monitorra figyeljél, mert akkor be van nyomva. Abban az esetben a hátulján, equalizeren keresztül jönne vissza a hang az erősítőbe. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem, és kérlek, tekintsd meg róla készült nagy felbontású képeimet is. Szép állapotban van, a teteje is jó, nincs összehorzsolva, összekarcolva. Hát a hátuljához nem férek hozzá, majd készítek róla a képet. További szép napot kívánok!